Oké, sziasztok! Köszönöm szépen a bemutatást, tehát Szakó Krisztián vagyok. És igen, reggeltől idáig próbáltam azon gondolkozni, hogy fogom kimondani ezt a címet. És arra jöttem rá, hogy egyszerűbb, ha nem mondom ki, hál' Istennek nem nekem kell. Egyébként interoperabilitás akart lenni, csak azt hiszem késő volt már, amikor gépeltem, és sikerült így elküldjenem Kaminak. Úgyhogy ez így sikerült. Ha picit megmagyarázom a címet akkor, hogy miről is szól, mert sikerült nem túl magyarul összefoglalnom a dolgot. A dolog lényege valahol az, hogy hogyan is működnek együtt manapság a rendszerek vállalati környezetben, és akkor majd erről részletesebben szépen fogok beszélni, hogy honnan jöttünk, hol tartunk, hová megyünk, és hogyan változik az én meglátásom szerint most ez a világ. Egyrészt ugye honnan jövünk? Jövünk onnan, hogy vannak a szabványos protokollok, ezt szerintem nem mond senkinek semmi újat, Network File System, mint klasszikus file server protokoll. Van még, aki használ ilyet? Wow, egy, oké, köszi. Tehát még nem halt ki teljesen, illetve vannak olyan spéci környezetek, de tipikusan ilyen vállalati klient-szerver architektúrában viszonylag ritkának tekinthető manapság már, azt kell mondani róla. Az IMAP, POP3, SMTP az ugye viszonylag még elterjedt kategóriába tartozik. A hétköznapokban, vállalati környezetben megint csak nem annyira. Az LDAP, na ez már egy szebb dolog, ez talán egy kicsit elterjedtebb maradt a szabványos protokollok kategóriában. Bár van, aki ezt adatbázisnak szokta nevezni, egyébként szólok, hogy ez protokoll szegényként. Van mögötte persze valami adatbázis. Aztán a CardDAV, CardDAV, erről egyáltalán ki az, aki hallott erről az utóbbi kettőről, úgy egy hétköznapi, egész jó itt a kora felállás ebből a szempontból, de hogy ez már igazából el se tudott terjedni, vagy legalábbis nagyon réteg felhasználás van. A vállalati környezetnek az eredménye az egy nagyon kemény Microsoft dominancia a de facto standardjeivel. A Microsoft az, aki ugye behozta a Windowson a file server funkciókat, ugye eleve azzal, hogy a desktop környezetben ő dominált, a T betű nagyon ott van, és multidő, a desktop környezet is multidő, tehát ez a kettő együtt ment nyugdíjba, azt hiszem, vagy megy lassacskán nyugdíjba, de mindegy, gyakorlatilag még a mai világ az arról szól, hogy ezek a protokollok vannak, működnek és léteznek, és nem tartoztak a nyílt protokollok közé. Ez is multidő egyébként, nagyon szerencsésem. Ugye van ez a jó kis SMB protokoll, amit egy időben a Microsoft szeretett CIFS-nek nevezni, mert ez, hogy Common Internet File System, ez olyan jól hangzott, aztán hamar visszaálltak az SMB-re, ami most már ugye a harmadik verziónál tart, de ugye Szambát használtok, ugye? Ki használ Szambát fájszervernek? Oké. Okay. Ki használ Szamba 3-at vagy régebbit? Oké, okay. A többiek mind 4-est? Vagy a verziókkal zavarba vagyunk? Oké, okay. Ne kérdezzek túl nehezet. Ugye a Szamba 3 még a régi SMB protokoll rendszerében működik, és a fejlesztésének az alapja az SMB protokoll reverse engineering technikával való visszafejtése. Következésképp az, hogy az mit és hogyan implementál, az azon múlik, hogy aki visszafejtette, az mit bírt kideríteni abból, amit a Microsoft csinál. A Microsoft megváltoztatott, mert a Microsoft ugye nem annyira szerette azt, hogy alternatív megvalósítások is vannak. Aztán jött az a jó kis Active Directory-s technológia, ugye a 2000-es éveknek az újdonsága volt, csoportházi rendek, stb. Aztán jött az Exchange, annak is a saját protokollja, mert véletlen sem használunk szabványt, tehát ugye az előbb felsoroltam, mik azok. Az Exchange csak az IMAP-ot, a POP3-at, az SMTP-t, a CardDAV-ot és a CardDAV-ot nem implementálja szabványosan. Tehát oké, okay, hogy el lehet érni ezekkel a protokollokkal is többé-kevésbé, de alapvetően van egy saját API-ja, ugye egy RPC-s technológia, az Outlook ezzel kommunikál vele, az ActiveSync meg megint a saját technológiája, amivel a mobilok szinkronizálnak. Ez megint csak senkivel nem volt kompatibilis, illetve nem volt megint csak, ugye ez az alap problémánk ezzel a világgal.
Múltkor, mikor volt már az, vagy tavaly volt egy előadásom, amikor egy kedves Microsoftos kollega a előadásom közben szólt, hogy nem biztos, hogy a mai világban is már az ActiveSync mondjuk olyan minőségben van implementálva, mint ahogy azt a Microsoft csinálja. Mondtam neki, hogy semmi akadály, hogy a Microsoft committeljen kódot hozzá. Tehát, hoppá! Elfelejtettem lekapcsolni a képernyő kimélőt. Ezt mindig elfelejtem ilyenkor előadás közben, és olyankor mindig pórul járok. Na. Köszi. Na szóval. A lényeg az, hogy ezek a dolgok kevésbé voltak publikálva, nem nyíltak ezek a protokollok, vagy nem voltak nyíltak, ahogy lehetett, úgy implementálták őket, hát a SharePointról meg a CMIS-ről ne is beszéljünk. Ez azt jelentette, hogyha valaki belevágott ebbe a világba, tehát fogott mondjuk egy Windows szervert, és hát akárhogy is nézzük, igen népszerű volt vállalati környezetben az, hogy Windows szerverrel oldjuk meg a dolgokat, vagy oldják meg, én nem tartoztam azok közé, aki ezt nyilván megoldja azzal. Kényelmes volt, egyszerű volt. Ezt használták. Következésképp kialakult egy tökéletes Microsoft dominancia. Egy kis történelem az én, megint csak a saját szubjektív szemszögömből. Nagyjából 94-et írtunk akkor, amikor a Linux berobbant a köztudatba így rendszergazdai szinten. Legalábbis én nagyjából ide datálom. Amikor mindenki Linuxot akart. Én azt láttam, tehát ha jött, tehát ez így folyamatosan alakult ki, tehát 94-ben még arról meg kellett azért győzni egy vállalatot, hogy Linuxot akar, de ahogy jött, ment az idő, és eljutottunk a 99-ig, nagyjából egyre inkább az volt, hogy igazából már nem is érdekelte, nem is volt kérdés, hogy mi Linux. Tehát mindenki azt gondolta, hogy az a cool, az a menő, akkor lesz az ő vállalata jól működő, ha ott Linux szerver van, Linux file szerver, ugye, tehát itt ugye megint 94, 95, 96, még az az évek, amikor a Windows 3.1-et és a Windows for Workgroups-ot akarjuk kiváltani. Ezt azért ne felejtsük el. Tehát az a technológia, hogy is mondjam, csak nem volt az a szint, amitől jól érezték nagyon a felhasználók magukat. És a rendszergazdák meg pláne. Tehát ehhez képest az a Linux szerver, amit oda tettél és kiszolgálta azt a 3.1-es Windows-t, aztán jött a 95, meg a 98, azokat is kiszolgálta. Tehát ez a világ így még teljesen jó volt, és mindenki Linuxot akart, mindenhol Linux volt. Aztán jött a Microsoft, és kicsit ilyen csillagok háborúja stílusban, birodalom visszavág jelenet következett, vagy az epizód, amikor azt mondta, hogy én csináltam valami jobbat. Ezt most nehéz lesz kimondani és bevallani, de tényleg jobbat csinált. Tehát nem csak a sajátjánál, hanem tudott valami olyat letenni, ami a rendszergazdák számára előnyösebb volt, jobb volt. Ugye ez a Windows Server 2000-es technológia, az Active Directory, az egyszerű, tegyük hozzá, hogy nem a mai szemmel, de az akkori szemmel egyszerű menedzsment. Mihez kell hasonlítsuk akkor? Ahhoz a Linuxos parancsori menedzsmenthez, amivel akkor dolgozni tudtál. Vagy a Windows for Workgroups-os technológiákkal, megint csak. Tehát ahhoz képest, amit egy Windows 2000 szerver az mai már bugyutának ható és nehézkes grafikus felületével adott, az akkor egy olyan újdonság volt, amivel elvitte a prímet, és gyakorlatilag egészen a múlt év előtti évig egyértelmű dominanciája volt a vállalati környezetben. És tegyük hozzá, hogy hogy az eredeti témára visszatérjek, ezzel az a baj, hogy behúzta az embereket egy termékcsapdába, a klasszikus, zárt termékcsapdába, amikor sem a file formátumok, sem a protokollok, semmi nem nyílt. És ettől kezdve, hát hallgathattuk azt, hogy ugye dokumentumformátumban, hogy nem lehet nyílt forrású OpenOffice, StarOffice, LibreOffice, éppen melyik évben melyik volt a divat, nem ebbe a sorrendben, hanem pont fordítva, de hogy
ezekkel nem lehet dolgozni, mert nem kompatibilis. Persze nem, ő nem volt kompatibilis, hanem a Microsoft szándékosan, és ugyanez volt igaz a protokollokra. Tehát ha egy vállalatnál bevezetek egy Windows szervert, egy Exchange-el, akkor jó, oké, indult az Evolution nevű projekt a Symian részéről, ha ez még valakinek megvan. Symian, Evolution, még rémlik? Azóta most már Novell, most meg ezen a héten most nem tudom, hogy hívják éppen, aki az Evolution-t fejleszti. Volt, ugye Novellhez került a végén, és ott nekem elszakadt a fonál, hogy hol van az Evolution, ami egy Exchange kompatibilis, nyílt forrású, levelező kliens, illetve csoportmunka kliens program. Mindmáig tudtommal az egyetlen valamire való ezen a téren. Szóval volt az Outlook, az Office elterjedt, használták, és senkivel nem volt kompatibilis, és nem létezett olyan szolgáltatás, szerver megoldás, ami az Exchange alternatívája tudott lenni ebben a környezetben. Nem volt hozzá egy nyílt protokoll, amivel meg lehetett volna valósítani egy Exchange szervert. Aztán lehet vitatkozni most 2013 vagy a 2014, de igazából azt hiszem az áttörés a 2014-es év volt ez ügyben, amikor újra olyan minőségű szabad szoftverek jöttek, amik nyílt technológiákkal működtek, és az együttműködésről szól ez a világ. És hogy miért szól ez a világ az együttműködésről? Egyáltalán a Microsoft az, miért választotta az együttműködést tizen sok év nagyon kemény ragaszkodása zártsághoz után. És hát ugye egyrészt egy kis apró nyomás nehezedett rájuk a European Commission részéről, ahol egyrészt egy ilyen baráti támogatást kértek tőlük. Ugye ezt így hívják így politikailag korrekt kifejezéssel, amikor jól megbüntetik őket. Szóval kértek egy kis pár millió eurós, pár tízmillió eurós, nem tudom már mennyi volt az összeg pontosan. Ez annyira nem örültek neki, nem mintha belerokkantak volna. A nehezebb dolog az volt, amikor azt mondták nekik, hogy oké, és az összes protokollokat dokumentálni kell, és nyilvánosságra kell hozni. A vicc az, hogy ez viszonylag régen volt, és ahelyett, hogy ez adott volna egy hirtelen lökést a nyílt technológiák fejlődésének, ez elmaradt. Egészen 2013-ig ez elmaradt. Ha jól emlékszem, ez a döntés ilyen 2010-11 környéke. Nem tudom most fejből, az nincs meg. De hogy évekig nem történt semmi. Elindult egy Samba 4 projekt ennek hatására, elindult egy Open Change projekt ennek hatására, és több évig érdemi fejlődés nem történt. 2013 volt az az év, amikor ez valójában megtörtént, és megjött az a átütő erő, és a 2014 év az, ahol szerintem az a szintű tömeg, tehát elérte azt a szintű tömeget ez a technológia, amikor már komolyan számolni lehet vele, tehát a kritikus tömeg megvan ennél, hál' Istennek. Aztán persze a másik rész, hogy a Microsoft is változik, próbál túlélni a maga mamut reagálásával értelemszerűen. Ugye hát egyrészt olvasnak időjárás jelentést, tehát tudják, hogy mostanában hosszú évekre úgy tűnik, hogy felhős korszak várható. Ettől kezdve az ő zárt rendszerüknek túl nagy létjogosultsága nem lesz, és a vállalatok szintjén is már felhősödés várható, nem csak a fék felhasználóknál. Jött egy Google, aki azt mondta, hogy tudok jó alternatívát csoportmunkára, lásd Google Apps, ugye a cégeknek való Google szolgáltatás, és jöttek még páran hasonló kiváló ötletekkel. Ettől kezdve az a világ, az a megoldás, az a technika, ami a zártságról szólt, ami arról szólt, hogy egy vállalatnál ott van egy elszeparált kicsi szerver, aki senkivel nem kommunikál, csak cégen belül, és nem az a fontos, hogy ez minden eszközzel kommunikálni tudjon, hanem az, hogy csak Microsoft, azzal kicsi baj lett. Az egyik komoly baj, ami nem annyira kicsi számukra, az, hogy elvesztették a piacot. Ezt így múlt időben. Igen. Tehát azzal kezdtem az egészet, hogy a Microsoft dominanciája a desktop piacon az a múlté. Igazából nem a desktop piacon, hanem a desktop piac a múlté. És ha megnézzük a végfelhasználói eszközöket, és ez a lényeg, amit a felhasználók használnak, nem a, ennek egy pici szegmense, a notebook, meg a, tehát ez a klasszikus desktop környezet a múlté ma már. Az számok tekintetében elenyésző mennyiségű a desktop és típusú rendszerek száma az egyéb végfelhasználói eszközök számához képest. Lásd, táblagépek, okostelefonok.
És ha megnézzük azt, hogy az okostelefonok, táblagépek piacán mi a dominancia, akkor ott a Linux megkérdőjelezhetetlenül az abszolút domináns. Androidnak hívják, de attól még az Linux. Attól kezdve a Microsoft zár technológiája, ha ezzel nem működik együtt, nagyon durva piacot veszít. Nem véletlen küzd kézzel lábbal a Microsoft azért, hogy visszaszerezze a piacot ezen a téren, csak egyelőre még nem megy neki. Lehet, hogy az Apple-t lassan meg tudja közelíteni, de hogy tényleges felhasználói számba a tömegek tekintetében a Google az Androiddal akkorát tarolt, hogy egyenlőre a piac többi szereplője még csak vakarja a fejét, hogy hogyan lehet ebből visszajönni. Jó, az Apple nem vakarja a fejét, hogy köszöni szépen, jól van, egy igen jó pénzes piacra szegmentálta magát, és ott ő a bevételi szempontjából el van. Ez nem érdekes. A mi szempontunkból itt az az érdekes, hogy a Microsoftot ez is arra kényszeríti, hogy együttműködjön. Mert ha nem működik ezzel együtt, akkor ezeket az embereket elveszíti. Mert régen mi volt? Az, hogy Windows volt a végfelhasználói gépeken, Office volt, odarakta az Office-hoz az Outlookot, és ettől kezdve nyilván egy Exchange kell mögé, hát mi más? Most viszont ott van az embereknél az Android, az iOS, és hát elvétve Microsoftos okostelefonit, most nem kérdezem meg ezt a tisztességtelen kérdést, hogy van-e valakinél olyan. De hogy, köszi, az önkéntes bevallás az mindig jól jön, de hogy akárhol meg szoktam kérdezni a ilyen közönséget, és itt most viszonylag informatikus a közönség összetétele, azt gondolom, vagy informatikához közelebb álló. Hétköznapi helyzetben egy-két, tehát mondjuk 100 emberből egy-két ember van, aki azt mondja, hogy Windows, 10-20 talán, aki Apple-nek valamelyik terméke, és a maradék 70-80% Android az okostelefonok tekintetében. Igen. Mobiltudós ismerősömtől én ezt az információt kaptam, hogy tulajdonképpen az iOS, tehát az Apple is egy Linux alapú. Nem. Nem állsz messze az igazságtól. Az Apple-nek az operációs rendszerének az alapja a FreeBSD, ami szintén egy nyílt forrású operációs rendszer. Nem Linux. De van nagyon sok köze a szabad szoftverhez, ez a tény a dologból, igaz. No, tehát a lényeg az, hogy ehhez alkalmazkodniuk kellett, úgyhogy ők is váltottak, egyrészt a kényszer, másrészt a piac nagyon kemény nyomására, és ez nekünk, ugye, aki a nyílt forrás szereti, azért egy jó hír volt, habár a klasszikus informatika megint csak, amit megszoktunk, hogy az nincs lassan, vagy ez is az ideje múlt, de hogy ettől még a vállalatoknál van, lesznek szerverek, nem mindig mindenki fog a felhőbe költözni, illetve a felhőbe is valakit valamivel üzemeltetnie kell az ott lévő rendszereket. És most már, ha már egyszer ilyen szinten elterjedt, akkor azon vállalatoknál, ahol ilyen technológia van, tehát Exchange, Outlook ökoszisztémával dolgoznak, ott ugye a Microsoft mit mond, tessék Office 365-be migrálni felhőbe, és az majd neked jó lesz. Ezzel szemben, ha meg akarod tartani a on-site technológiádat, akkor meg fizess ki a méregdrága licenszeket. Lásd, klasszikus small business server vonal megszüntetése, ahol ez integrálva volt meg egy megfizethető áron. Na, ehhez képest van alternatíva nyílt forráson. Tehát ha valaki nem akar migrálni a felhőbe, nem akar a nagyvállalati technológiájára migrálni a Microsoftnak, akkor ott a nyílt forrású lehetőség. Mert komplett Active Directory megvalósításunk Linux alatt, ugye a Samba 4 formájában lassan teljesen kiforrottá válik az SMB3 protokoll megvalósítás. Hozzáteszem, hogy ez nem kulcskérdése a dolognak, hiszen még a Windows 8.1 is beszéli az SMB2-t gond nélkül, az SMB1-et már nem, ha jól emlékszem, ott valahol a Windows 7 környékén dobták az SMB1-nek a támogatását kliens oldalon. A Samba 4 még tud SMB1-et is beszélni. SMB3-at is gyárilag nincs bekapcsolva rajta, mert még nem tökéletesen kiforra a technológia. SMB2-vel viszont gyönyörűen szót ért bárkivel. Bármikor berakok XP-t, bár az már ideje múlt, 7-es, 8-as, 8-1-es Windows-t egy Active Directory-ba, amit tisztán Linuxon szabad szoftverekkel menedzselek. Konkrétan GPU-val, mindennel együtt. Jó, GPU ugye nem egy akkora nagy bűvészet, mint aki nem ismeri, az
nagyobb problémát tud ebből csinálni, a syswall nevű megosztáson XML fájlok a megfelelő hexadecimális kódolt könyvtár struktúrában, tehát nem egyszerű, de sima text fájlok valójában. Aztán a másik nagy nehéz kérdés ugye az Open, az az Exchange volt, az Exchange API-nak a megvalósítása. És ez az, ami a tavalyi évben egy iszonyú lökést kapott. Itt majd még egy pár szót ejtek a kedvenc, egyik kedvenc projektemről, az NTA-ról, de hogy nekik köszönhető egyrészt. Tehát ők azok, akik fölkarolták mind a Samba 4-nek, mind az Open Change-nek a fejlesztését. Megfizették azokat a fejlesztőket, akiket addig valamiért senki nem akart megfizetni azért, hogy ezt befejezzék. Tehát akik elkezdték hobbiból csinálni ezeket a projekteket. A Samba 4 az e-mail-ámmal haladgatott, az Open Change nagyon pacsékulált. Samba 4 2013 őszére egy kiforrott jó minőségű szoftver lett, az Open Change pedig 2014 végére érte el ezt a szintet, hogy használható már. Most majd jön nem sokára hozzá egy jelentős frissítés, ami számos problémáját, főleg skálázhatósági problémák vannak vele, azokat meg fogja oldani, így április végére ígérik most a release-t ebből. Ezek nyílt forrású dolgok, tehát el kell felejteni az ilyen egyéb dolgokat, majd azért beszélek egy-két alternatíváról, ami nem igazából a nyílt forrású megoldás teljes mértékben. És kapcsolódik hozzá persze, tehát a Samba 4 Open Change ugye tudja azt az RPC API rendszert, ami kell ahhoz, hogy az Outlook szót értsen vele. Natívan nem kell az Outlookba semmi kiegészítő. Aztán van a Shogo nevezetű csoportmunkarendszer, ami az egészhez még adja a webes felületet plusz az aktív szinkes környezetet, tehát gyakorlatilag egy Exchange protokollt beszélő okostelefon, ami igazából aktív szink, csak a telefonod általában azt fogja mondani, hogy Exchange, a szót fog érteni ezzel a rendszerrel ugyanúgy, mint egy valódi Exchange-el, minden különösebb extra nélkül, úgy, hogy tisztán nyílt forrással van ez megvalósítva. És akkor azt mondtam, hogy van egy-két dolog, amiről érdemes még beszélni, mint egyéb alternatíva és létező dolgok. Ugye vannak a nem nyílt megoldások, vagy nem teljesen nyílt megoldások. Gondolom az Zarafa, Zimbra és egyéb ilyen megoldások ismerősek a nektek. Ezek ilyen dual licenses megoldások, egy időben nagy divat volt. Most talán egy picit ez a divat visszaállt, amikor cégek azt mondták, hogy jó, a forrásunk egy részét megnyitjuk, mert az milyen cool. Tehát ez ilyen cool faktor volt egy időben. De azért a lényeget nem. Ebből a szempontból az Zimbra a nagyon durva példa az én szememben, tehát a nagyon alap dolgokat tudja az open source minden vacakért fizes, tehát egy aktív szinket vagy egy egyéb funkciót már nem kapsz meg benne az ingyenesvel. A Zarafa az még a viszonylag jó szint, ugyanis ő azt mondta, hogy csak az Outlook kiszolgálás, meg egy-két nagyon apró funkció az, ami a kereskedelmi változat része. Lényegesen olcsóbb, mint egy Exchange, de hogy a lényegesen olcsóbb nem azt jelenti, hogy tízer annyiba kerül, hanem 30%-kal olcsóbban megúszod ugyanezt, mint ha Exchange licenszeket vennél. Ami persze egy jó üzleti ajánlat végső soron, de ezért nem szabad szoftverekről beszélünk, és beszélhettünk. És még egy probléma ezekkel, mindegyik igényel a kliens oldalon egy kiegészítőt. Tehát nem natív Exchange protokollt implementáltak, ez nekik se volt meg, hanem implementáltak egy API-n keresztüli elérhetőséget, amihez kellett a desktop gépre, a kliens gépre egy külön konnektor. Ami hát egy apró problémát felvetett, mégpedig az, hogy amikor a Microsoft változtatott valamit az API-n, vagy jött egy service pack, vagy valamilyen hibajavítás az Outlookhoz, akkor ezek elkezdtek nem működni, akkor ők is gyorsan kiadtak egy hibajavítást, amitől megint működtek. Ez a klasszikus rabló-pandúr játék, ki jár éppen előbb, ő egy kicsit változtatta, hogy most megszivatlak, na most utánad megyek. Ez ment, tehát ez még komolyan tavaly előtt is ezt játszották, ami vicc a mai világban, de ez volt. Na most ehhez képest, ami nyílt forráson megvan, Samba Open Change Shogo 3-as, ezek nyílt forrású implementációk, dokumentált protokoll implementációk, ezen pedig a Microsoft nem változtat. Egyrészt fenékbe billentenék újra mondjuk az Európai Bizottság részéről,
ha újra megtennék, másrészt rájöttek, hogy nem nagyon érdemes ezzel játszani, harmadrészt a saját szoftverüket is szivatnák ugyanúgy, tehát amikor az Exchange-hez kijön egy olyan service pack, amitől nem tud kommunikálni ugyanazon a protokollon, akkor vagy kihoztuk előtte a javítást a Outlookhoz is, hogy ne álljanak meg az Outlookok, vagy magunkat is megszivattuk, de ha ott már kiadtuk, akkor már dokumentálnunk is kellett, akkor viszont már az open source projekt is utána tud menni. Arról beszélve, hogy ugye nem azt fogja hozni a service pack vagy a javítás, hogy a Outlook már nem fog szót érteni a régi Exchange-el, kvázi mondjuk a régebbi open change-el, hanem csak azt, hogy jön valami a szerver oldalon új. Tehát ilyen szempontból ez a klasszikus szivatás nincs, nincs kereskedelmi komponens, nincs olyan zárt része a dolognak, amiért egy fizetni kell, kettő nem ismerheted meg. És ezek ettől kezdve valóban nyílt protokollok, még akkor is, ha nem szeretjük annyira feltétlenül, hogy a Microsoft találta ki, de hogy nem az első ilyen, ő terjesztette el, ehhez kell alkalmazkodni ebbe a világban. Én azt gondolom, hogy ezt ha valahol ilyen környezet van, akkor már úgyis megtették. Ott viszont egy kiváló alternatíva. Kiváló alternatíva azért, mert így együtt tud működni. És még van egy jó pár járulékos része, az elején két szóban említettem a SharePointot, ahhoz is van már olyan megvalósítás, ami például LibreOffice számára lehetővé teszi azt, hogy SharePointtal tudjon kommunikálni, és ott tárolja a dokumentumokat, ott lévő dokumentumokkal dolgozzon. Illetve ugye nemrég jelent meg a LibreOffice-hoz a csoportházi rendhez való alkalmazkodásnak a csomagja, tehát amit bele tudsz tenni, és akkor egy csoportházi rend szerkesztő rendszere tudod központilag menedzselni a LibreOffice telepítéseket, konfigurációkat is, és így tovább, tehát haladunk ebbe abba az irányba, hogy nyílt együttműködés legyen, tehát a protokollok egymással működni tudjanak, és mondtam már közben is, de most is kiemelném ezt az NTL nevű projektet, amiben én nagyon beleszerettem annó. Egyrészt egy nagyon kellemes, kényelmes grafikus felület a Linux szerverhez. Másrészt nagyon-nagyon-nagyon sok energiát, pénzt fektettek abba, meg emberi erőforrást is értelemszerűen, hogy ezek létrejöhessenek. Nagyon sokat köszönhet nekik a Samba és az Open Change, meg a Sogo projekt is, hogy itt tart ahol. Ettől még teljesen nyílt implementáció, ez nem az ő kereskedelmi termékük. Klasszikus open source cégről beszélünk, aki adja a közösségnek. Megvan a maga kereskedelmi szolgáltatás része, nem abban működik, mint a zárt forrású rendszerek, hogy nem adunk neked oda valamit. Más az üzleti modelljük. Ebből a szempontból abban nem is akarok belemenni, mert ma ez nem erről szól. Mindenesetre ad egy olyan rendszert, amivel hát könnyebben, gyorsabban, egyszerűbben lehet vállalati szervert építeni, mint egy Windows-zal, tehát megint fordult egyet a világ. Én azt gondolom, hogy ez egy jó alternatíva, és egy működőképes alternatíva. Aztán meglátjuk, hogy a világ merre megy, hogy ez a felhősödés nem megállítható folyamatnak tűnik. Ott is azért hasznos, hogyha többé-kevésbé nyílt protokollokkal dolgozunk, és ezek mennek. Vállalati szinten ez hozta el ezek a szoftverek, azt, hogy együtt tudnak működni ezek a rendszerek egymással. Jó, én ennyit szerettem volna itt most nagy vonalakban elmondani ebben a témában. Nyilván ezeknek a technológiája megvan, érdemes utána nézegetni. Ha valaki keresi ezeket a szoftvereket, nyilván a samba.org-on, az OpenChange, azt hiszem az is.org oldalon megtalálja, le tudja tölteni a nyílt forrású változatait ezeknek. Ha össze akarja rakni magasabb szinten ezeket, tehát össze akarja állítani, azért ez egy komplex világ, akkor kísérletezésképpen én az NTL-t tudom javasolni. Magyarországon az NTL.hu, az NTL.org oldal, a nemzetközi oldal, ahol megtalad letöltött, ki tudod próbálni könnyen azt, hogy föltelepítesz 10 perc alatt egy vállalati szerver környezetet, vagy fél óra alatt, attól függ, milyen gyors a géped, és simán együtt fog működni a legújabb Outlook-kal, Office-szal, Windows-zal a rendszer. Ki lehet próbálni, ha valaki mélyebben meg akarja ismerni, pedig ott van a config fájlok, bele tud nézni, ott van a nyílt forráskód, a neten bele tud nézni. Illetve ha valaki jobban meg akarja tanulni, mert nem ért hozzá, akkor meg tudom ajánlani magunkat, a Linux Akadémiát, ahol többek között ezeknek a rendszereknek a készítését, üzemeltetését oktatjuk is. Illetve persze itt vagyok ma a nap végéig, ha kérdésed van, akkor megtalálsz. Illetve ha van most kérdése
valakinek, akkor azt is szívesen veszem. Igen. Hát igen, egy kicsit elviszed most a témát. Igen, én azért elsősorban a KKV kategóriában használt technológiákról beszéltem most. Sok mindenről lehet még, persze. De itt volt az, ahol volt egy olyan zárt dominancia, ami fájdalmas volt, én azt gondolom, a Microsofton kívül mindenki másnak. És itt erről akartam én ma elsősorban beszélni, hogy ez hogy nyílik ki végre. A többi területen nincs ilyen szintű, vagy én nem látok ilyen szintű dominanciát, vagy dominancia problémát. Még kialakulhat, tehát még azért vannak ott most olyan cégek, lásd Google és társai, akik elmehetnek ebbe az irányba, és okozhatnak gondot például a felhő környékén. Azt majd az idő megmondja, hogy lesz-e. A nagyobb vállalati környezetek pedig általában megint csak egy komplexebb világ, tehát most szerintem abban nem menjünk most itt bele ebbe a beszélgetésbe, mert messzire tud vinni, de ott sincs dominancia. Tehát, hogy a SharePointot is csak így mellesleg említettem, én nagyon kevés olyan helyet láttam az életemben, ahol a SharePoint központi kérdés volt. Központi kérdésnek ilyen KKV kategóriában általában az Exchange volt megnevezve, a komplett csoportmunkarendszerével. Tehát az e-mail az egy dolog, hogy egy borzalmas dolog technológiailag, ellenben egyszerűen kiirthatatlannak tűnik. Annak ellenére, hogy a mai világban már számtalan kiváló alternatívája lenne, az e-mail kiirthatatlan. Olyan, mint a Magyar Posta. Tehát van rossz, de nem lehet élni nélküle. Ez van, tehát minden egyéb alternatíva persze, tehát ismerek olyan céget, akik még mindig a 30 megás fájlokat e-mailben küldik, ahelyett, hogy föltennék valamilyen megosztó, vagy tehát ilyen szinkronizált rendszerre, és a link menne át. Ismerek olyan céget, akinek ha így küldök el egy nagyobb dokumentumot, mondjuk egy Dropboxba beteszem, és a linket, akkor ne szórakozzak vele linkekkel, ő a fájlt akarja megkapni. Tehát nem lehet. Tehát mondom, olyan, mint a Magyar Posta, vagy a könyvelő, aki csak az aláírt lepecsételt számlát fogja elfogadni. Nem kiírtható, hát majd kihal. Nem tudjuk mikor, tehát mert... Persze, szakmailag teljesen igazad van, de amíg nem tudod az emberek agyát átállítani, hogy nem e-mailben küldjük el azt a rohadt dokumentumot, hanem a file szerveren tároljuk, akkor hogy fogod ennek az embernek az agyát eljuttatni oda, hogy nem a file szerveren tároljuk, hanem egy közben, mondjuk egy SharePointban, egy Google Ads-ben, tök mindegy, hol tároljuk, és nem érti, és nem. Számára ez idegen világ. Mondjad. Elnézést, egy személyes példa, egy akadémiai kutatás keretében akadémiai és kutatóintézeti magas képzettségű emberek számára nem sikerült elfogadtatni azt, hogy ne e-mailben cseréljünk információt egymással, hanem legyen egy ilyen content management cár, konkrétan Drupal, mindegy, ahol be lehet írni egymás alá az információkat, és azt úgy egybe át lehet tekinteni,
És egy gyakorlati példákon sem tudtam bemutatni neki, hogy amikor 4-5 felé forkolódik el az e-mail folyam, ugye, és ezzel a tárgyal, az itt tárgyal témára válaszoló levélben a másik témának még egy alkérdése is megvitatódik, az miért követhetetlen? Igen. Tanszékvezető egyetemi tanároknak és egyébként egyetemi docenseknek, meg adjunktusoknak, és nem lehetett ezt elmagyarázni. Nagyon nehéz, mondjuk itt az előadásomban én inkább a technikai dolgok irányából közelítettem meg ezt a dolgot, az emberi irány egy nehezebb dolog, az nem fért volna bele szerintem ebbe az előadásba, és mindaddig, amíg a saját példámon látom, hogy ha bár mondjuk ilyen egyszerű projektek menedzselésére egy Linux Akadémián belül, én például imádom a Trello-t használni, ami egy kiváló Kanban eszköz, ahhoz képest még mindig nehezen megy, amikor csináljuk a Linux tábort, hogy ne e-mailben történjen a kommunikáció, hanem ott a kártyákon. Tehát informatikusok vagyunk, és mindannyian olyan környezetben dolgozunk, ahol az új technológiákkal, és még magunknak sem megy néha. Hogy... Keresés sem lehet. Küld már át még egyszer, mert nem találom. Igen. Tehát... És igen, tehát... Ez így nagyon nehéz. Persze, rengeteg, sokkal jobb feladatmenedzsment dolog van az e-mailnél, vagy a jegyzetfüzetnél. Persze, meg magyarázd el egy cégnek, hogy mondjuk használjon Kanban projektmenedzsmentet, vagy bármi egyéb ilyen technológiákat. Nagyon sok, tehát ott fejben sokat kell változniuk. Az. 90-es években szerintem ugyanerről beszéltünk. Persze, tehát ahogy még ma is van olyan, akinek ha e-mailben elküldöm a beszkennelt dokumentumot, az nem jó, faxon küldjem el, de már kevesen vannak. 5 évvel ezelőtt nem találtam mondjuk olyan hivatalt, ami elfogadott volna ilyet, csak faxon, mert az hiteles. Most már elküldheted e-mailben, már alá se kell írni, és van olyan hely, ahol elfogadja. Tehát megy, idő kell ennek, ez nem fog menni gyorsabban. Más kérdés? Amúgy erről még beszélgethetünk, mert ez az emberi oldal, emberi tény, ez egy jó kérdés, csak ne itt, mert adjuk át az időt a következő előadásnak. Ha nincs több, akkor köszönöm szépen a figyelmedet.